Az elmúlt években a térség meghatározó fiú kézilabda utánpótlás nevelő műhelyévé nőtte ki magát a budaörsi székhelyű Budai Farkasok. Az U15-ösöktől felfelé a klub valamennyi korosztályos csapata az első osztályban szerepel, mi ezúttal a nyugati csoportban 10. helyen álló ifjúsági gárda edzését látogattuk meg, és mindenek előtt arra kértük a vezetőedzőt meg a játékosokat, hogy értékeljék az őszi szezonban nyújtott teljesítményt. Úgy gondolom, hogy srácok elég jól teljesítettek, a tavalyi évhez képest mindenképpen szerintem fejlődött a társaság, egy nagyon jó felkészülés áll mögöttünk, és úgy gondolom, hogy rosszabb helyen nem vagyunk, mint ahol kellene, hogy a minimális követelményeket teljesítettük, de ez, én úgy érzem, hogy azért még van ennél több is a csapatban, és szeretnénk tavasszal helyezéseket javítani, illetve a saját játékunkon mindegyénileg, mint csapatszinten is javítani. Véleményem szerint a kötelező meccseket behúztuk. Volt egy-két mérkőzés, amin még nyerhettünk volna, de olyanok is voltak, amikor esélytelenekként indultunk, és mégis sikerült gyakorlatilag csodával határos módon győzelmet aratnunk. Úgyhogy én elégedett vagyok a csapattal, és ahhoz képest, hogy idén álltunk össze, jól teljesítünk. Felemás érzéseim vannak, hiszen sok olyan meccsünk volt, amit bár hajszállal is, de végül sikerült valahogy kikapnunk. Ezeket szeretnénk a második felében a szezonnak visszaszerezni, ezeket a pontokat. A csapat teljesítménye fölfele tendál, remélem, hogy a második fél évben tovább tudjuk gyarapítani a pontjainkat. Az egyesületben büszkék rá, hogy Budapestről és környékéről mind több fiatal választja a Budai Farkasokat. Azt gondolom, hogy most már nem csak itt a dél-budai régióban, de itt kezdünk fölnőni a Fradi mellé. Létszámban, minőségben nyilván nem vagyunk akadémia, nem is ez a cél, de U15-ig első osztályú bajnokságban versenyeznek a fiatalok, és ez hatalmas szó. 15-6 edző, vannak ugye masszőrök, van gyógytornász, elég rendes profi stáb van. Nyilván amit a kereteinkből meg lehet oldani. De én azt gondolom, hogy azok a budapesti, dél-budai régióban élő gyerekek, akik komolyan veszik a sportot és mellette a tanulást is, annak mi egy optimális megoldás vagyunk. A játékosok pedig örömmel járnak edzésre nap mint nap. Először is nagyon jó környezetben van az egész, jó a közösség, kedvesek az edzők, és a csapat is szerintem össze van kovácsolódva, és egy jó kis, jó kis hely. A sportcsarnok is nagyon modern, és mindenünk megvan, ami kell. Azért szeretem ezt a csapatot, mert remek a csapathozhang, barátok között kézlabdázhatok, és az edzői stáb is remek, nagyon sokat tudunk tőlük tanulni, és egyszerűen jó itt lenni. Az ifjúsági csapat vezetőedzője Korsós Ádám kettős szerepben van, hiszen ő az NB1B-ben szereplő felnőtt alakulat csapatkapitánya is. Egyrésztről nagyon jó, mert a felnőtt edzővel ugye jó a kapcsolatom, és így jól be tudjuk integrálni az ifi játékosokat a felnőtt csapatba, össze tudjuk hangolni a kettőt, és oda-vissza tudunk ebből a szempontból segíteni egymásnak, hogy kit érdemes, hogy. Viszont nyilván ez így kettős terhelés, és ez nyilván azért leterhelő. Előfordul sokszor, vagy egyszer-egyszer egy héten, hogy vagy az egyikről, vagy a másikról hiányoznom kell, mert akármennyire is mindenki azon van, hogy ott tudjak lenni mind a kettőn, de ugye azért logisztikai szempontból nem egyszerű megoldani, mert csarnoki szűkén is vagyunk egy picit, de igyekszünk a lehető legtöbbet kihozni ebből. A nagyok csoportjuk éllovasaként esélyesek az élvonalba jutásra. Ha ez összejönne, nem akármilyen motivációt jelentene az utánpótláskorú játékosoknak. Gondoljunk bele, hogy minden egyes szakmában az van, hogy aki az iskolát elkezdi, annak fontos, hogy a felnőttek azok valamilyen menők legyenek, és akkor itt tényleg, hát, hogyha feljutunk az NB1-be, akkor tényleg menők lesznek a mi felnőttjeink is. És amit az Ádám mondott, hogy
ugyanaz a játékrendszer van az ifibe, a serdülőbe és így tovább, az ugye azt segíti, hogy korosztályokat tudnak könnyebben ugrani. Tehát amikor a felnőttben sérülés van, akkor nagyon könnyen az ifiből behúzunk egy játékos, mint ahogy be is húztuk, és tudja, hogy mik a játékok, tud érvényesülni, nem nagy időbe integrálni egy fiatal játékost. Úgy gondolom, hogy minden utánpótlás, minden ifi játékosnak az kell a szem előtt lebegjen, aki akar valamit ettől a sporttól, hogy egyszer odaérjen a felnőtt csapatba, és aki kézilabdás akar lenni, annak biztosan ez egy nagy motiváció, még annál is inkább, hogy itt a klubnál hosszú távú tervek vannak. Most elsődlegesen, ami belátható, az, hogy szeretne a felnőtt csapat az első osztályba felkerülni, és azért úgy gondolom, hogy egy felnőtt osztályú csapathoz egy ifi játékos, hogyha velük tud készülni, akkor az nagyon nagy előrelépést hozhat a fejlődésében. Három éves ciklusokról beszélünk, most az elsőt toljuk ebben a három évben, a következő évben az NB1-ben bennmaradás lesz a felnőtt csapat számára, illetve a harmadik évben pedig egy középcsapattá érés. Az utánpótlásban pedig az, hogy évente legalább egy-egy játékos tudjon adni a felnőtt csapat részére. Ez nem csak büszkeség, de nyilván van egy költség vonzata is, és így racionálisabb működni, hogy a saját fiainkat is kineveljük.